rosszul osztottuk el az embereket, és a Diaby ki tudott lépni gyakorlatilag a félpályán, és gyorsaságát kihasználva végigvezette a labdát. Utána ugye azt gondolom az első fél időben voltak lehetőségeink, sajnos egyik mérkőzésen sem úgy alakultak ezek a szituációk, hogy a mérkőzés menete meg tudjon változni. Volt helyzetünk, volt kapufánk, voltak lövéseink, amivel nem találtunk kaput. Én azt gondolom, hogy amit lehetett, azt megtettünk. Második félidőben már érezhetően azért csökkent az energiaszintünk, kevesebb labdát tudtunk szerezni. Nem tudtuk igazából nyomás alá helyezni a Leverkusent, és tényleg így összességében azt gondolom, hogy megérdemelt győzelmet arattak. Sajnáljuk, hogy nem tudtunk legalább egy gólt szerezni, hogy a szurkolóinknak egy kicsit örömet okozzunk ezzel. Ha már említetted a szurkolókat, milyen érzés volt, hogy egy vereség, egy kupabúcsú után is, ahogy megünnepeltek titeket, az milyen volt? Hát köszönjük szépen, igazából nehéz helyzetben vagyunk ilyenkor mi is, hiszen nagyon csalódottak vagyunk, és nagyon nincs okunk örömködni, de tényleg annak örültünk, hogy az egész évet, az egész menetelést értékelték. Én azt gondolom, hogy erre az egész régy is kell tekinteni, hogy az óriási dolog volt a csapat részéről, hogy megvolt a tavaszi folytatás, hogy a legjobb 16-ban voltunk. Ez hatalmas dolog a klub életében, és ezt a tapasztalatot, amit idén szereztünk, ezt a következő szezonban fel kell tudnunk használni, és remélhetőleg akkor még tovább fogunk jutni. A második gól után elég furcsán ünnepelt a Leverkusen-i srác, ahhoz mit szólt? Hát azt gondolom, hogy nyilván nem volt sportszerű. Szerintem nem érte őt semmiféle atrocitás előtte, ami miatt mondjuk így kellett volna ünnepelnie, de nyilván ez mindenki a saját dolga. Már rengeteg volt a szurkoló, és nagyon jó volt a hangulat, mégsem a Groupamában voltunk, meg volt így is a hazai pálya? Persze, tehát egyértelműen éreztük a szurkolók támogatását. Nyilván más, mint amikor azért a Groupama zsuforásig tele van, hiszen azért az egy kisebb stadion, jobban bent marad a hang talán, és nyilván azért a mérkőzés is sajnos úgy kezdődött, hogy nem hozhatta lázba igazából a szurkolókat, de utána az első félnek voltak olyan periódusai, amikor életre tudtuk őket kelteni, és tényleg fantasztikus hangulat volt. Én azt gondolom, hogy ők is kitettek magukért, gyönyörű élőkép volt a mérkőzés előtt, egész stadionos koreográfia, úgyhogy ők is igyekeztek ezt méltó szintre emelni. Mondom, sajnáljuk, hogy legalább egy gól nem jött össze, hogyha már így a mérkőzést látva a továbbjutásra nem is volt esélyünk. Látszik rajta, hogy csalódott a gyerek, de összességében az egész kupa szereplésnek a mérlege, az a jól sejtjük mégiscsak pozitív. Nyilván pozitívnak kell lenni, tehát azért aki azt mondta volna nekünk, hogy mondjuk 8-at döntőt játszunk itt az Európa Ligában szezon előtt, akkor gondolom, hogy aláírta volna mindenki. Tényleg így most ez a két mérkőzés azért hagyott hiányérzetet bennünk, hiszen tényleg mindkét találkozónak voltak olyan pillanatai, amikor alakulhatott volna másképp a folytatás, de ahogy mondtam, összességében fejet kell hajtani a nagyobb tudás előtt, és tényleg a Leverkusen pályára tudta vinni azt, hogy miért is van ilyen játékos kerete, miért is szerepelt úgy az elmúlt években a német bajnokságban, hogy ugye az idejévet a Bajnokok Ligájában kezdte, úgyhogy sajnos jobbak voltak. Látjuk azt, hogy bizonyos időszakokban fel tudjuk velük venni a versenyt, tudunk nekik is kellemetlen pillanatokat okozni, de összességében 180 perc alapján
nagyobb csapat jutott tovább. Következő idényben kiegyeznél egy ugyanilyen szerepléssel? Hát csalódott nem lennék nyilvánvalóan, de mindig szeretünk nagyobb célokat kitűzni, úgyhogy legyünk ott, hogy az Európa Liga 8-a döntő előtt beszélgetünk, aztán akkor majd visszatérhetünk erre. Ha már következő idény, akkor ebből a menetelésből mit viszel tovább egyébként? Én azt gondolom, hogy nagyon sok magas színvonalú találkozót játszhattunk, nagyon sok olyan mérkőzés van a lábunkban, ami komoly erőfeszítést igényelt, ahol mindenkinek a maximumot kellett beletenni, ahol tényleg csúszni-mászni kellett, küzdeni egymásért, és ezt a fajta hozzáállást, és ezt a fajta eredményt, amit ez a nemzetközi szereplés hozott, ezt mindenképpen úgy kell értékelni, hogy ha erre képesek vagyunk, akkor ilyen dolgok benne lehetnek a csapat jövőjében. Mennyire lesz furcsa az, hogy most már csak a bajnokság van nektek? Hát igen, ugye úgy terveztük, hogy lehetőleg tovább nyújtjuk ezt a tavaszi menetelést az Európa Ligában, sajnos nem sikerült. De a bajnokságban azt gondolom, hogy szintén voltak olyan mérkőzések, amik hiányérzetet okoztak itt az elmúlt hetekben, úgyhogy most meg kell találni ott a motivációt, meg kell találni újra a csapatnak a hatékonyságát, meg kell találni az eredményességét, és maga biztosan begyűjteni a bajnoki címet. Nyilván itt most talán egy picit jól is jön majd a válogatott szünet, hogy mindenki kipiheni ezt a menetelést, és reméljük, hogy a zalaegerszegi mérkőzésen azért győzelemmel leszünk túl, és akkor onnantól kezdve pedig azt az utolsó blokkot megkezdjük a válogatott szünet után, aminek a végkifejletének egy bajnoki címnek kell lenni. Kipiheni már, aki nem megy a válogatottba, nem? Igen, nyilván ez így van. Persze többen megyünk a válogatottakhoz, és az is ilyenkor ugye mindig egy új feladat, de nyilván az is egyfajta agytisztítás mondhatni, hiszen új közegbe kerül az ember, más célok, más hangulat, más körülmények, úgyhogy a környezetváltozás az mindig jót tud tenni, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki majd sikeresen tér haza, és tényleg újult erővel fogunk neki menni a hátrálevő mérkőzéseknek.